Gyermekvédelem. A szexuálisan bántalmazott fiatalok kíméletes meghallgatását szolgáló barnahus eljárás bővítését tervezi. Hangszert a kézbe. Több száz diák vett részt a zeneszerszámokat népszerűsítő országos rendezvény sorozat szombathelyi megnyitóján. Színház. A nevelési programhéten a kisebb-nagyobb gyermekek problémáival foglalkozó interaktív előadásokat láthatta az ifjú közönség. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Január óta használják a gyermekvédelmi szakszolgálatnál a barnahus eljárást, amelyet a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelme kíméletes meghallgatása érdekében vettek át Izlandtól a hazai szakemberek. Néhány hónapnyi tapasztalat után most bővítést terveznek, és ehhez a törvényhozás segítségét kérik. Már látható a haszna az izlandi példán alapuló úgynevezett barna hús modellnek, amelyet az országban elsőként Szombathelyen alkalmaznak a szexuálisan bántalmazott gyermekek meghallgatásakor. Ennek lényege, hogy a zaklatás felidézésére csak egyszer kérik meg az áldozatot. A beszélgetésről videófelvételt készítenek, rögzítve a testbeszédet is, ami szintén döntő lehet, és az eljárás során már csak ezt használják. Így minimálisra csökkenthető a gyermek további lelki sérülése. 10 körül van a meghallgatás január óta, és azért ez nem csekély létszám, mert emögött főként szexuálisan bántalmazott gyerekek vannak, de bevállalunk még súlyos fizikálisan abuzált gyerekeket is, azért ez nem csekély ebben a kismegyében. És az a tapasztalatunk, hogy a nyomozati szakban a rendőrökkel együtt megnézzük a gyermek videóra vett vallomását, és a rendőrök szólnak nem egy esetben, hogy megvan a vallomás. A modell országszerte elterjedhet a jövőben, legalábbis ezt szeretnék elérni a szakemberek. Ezért a törvényhozást is igyekeznek az egyébként alulról kezdeményezett ügy mellé állítani. Most ki kell jelölni a célokat, hogy mi a következő lépés. Kell-e törvényt módosítani, hogyan lehet erősíteni ezt a rendszert, és hogyha ezt megbeszéltük, akkor lehet tovább lépni a parlamentben is. A találkozón a térség országgyűlési képviselője is támogatásáról biztosította a büntető eljárás módosítását sürgető szakértőket. A szükséges törvénymódosításokhoz természetesen szívesen csatlakozom előterjesztőként, és Selmeci Gabriella képviselőtársammal együtt örömmel fogunk küzdeni ezekért a nemes célokért. Az országos hírű modell kiépítéséhez a szombathelyi önkormányzat is hozzájárult. A Szent Márton évre kapott pénzből 7,5 millió forintot kaptak a civil szervezetek, két civil szervezet, amelyik két közintézmény működését támogatja a tevékenységével, a városi intézményünket, a Pálos Károly Szociális Intézményt, illetve a megyei hatókörű tegyesz intézményt. A szombathelyi szakemberek további helyiségeket alakítanának ki azért, hogy a barnahús modell minden elemét alkalmazni tudják, így a jövőben, ha anyagi segítséghez jutnak, terápiára és tudományos kutatás folytatására is lehetőség nyílhat. Hangszert a kézbe. Az országos rendezvény sorozat megérkezett a Vasi megye székhelyre. Az NKA Cseh Tamás program és a Hangszeresek Országos Szövetsége által támogatott többnapos program nyitó rendezvényén több száz diák vett részt. A megnyitó után poptörténeti emlékpontot avattak a sportházban. A legendás Zsoldos Báró Zoltán gitárszólójával kezdődött a Hangszert a kézbe elnevezésű rendezvény az Agora Sportházban. Az eseményt Puskás Ivadar polgármester nyitotta meg. Ez a rendezvény itt Nyugat-Dunántúlon az első ilyen rendezvény. Kaptam egy listát, ebben 26 különböző hangszer szerepelt, amelyet most ki lehet próbálni. Ebben példát mutatott a város első embere is, a billentyűsöknél mozgott legotthonosabban, hiszen maga is zongorázik. A több mint 100 állomáson szakemberek mutatták meg az érdeklődőknek, hogy mi hogyan működik. A jövő zenefogyasztóit is próbáljuk itt nevelni, hogy jöjjenek el, vegyenek kézbe a hangszert.
A másik, amiből kiindultunk, az egyértelműen az volt, hogy az egy tapasztalat a hangszereseknek, hogy ugye egy hangszerboltba bemennek a fiatalok, de nem biztos, hogy kézbe merik verni a hangszert, nem biztos, hogy eltöltenek ott egy fél órát vagy egy órát. Itt viszont kimondottan ez volt a cél. A legkisebbektől a nagyobb diákokig mindenki élvezte, hogy kipróbálhatja a hangszereket és bepillanthat a digitális zenekészítés rejtelmeibe. Vegyenek egy tollat is a kezükbe, és ehhez lehet dalszövegeket írni azokról, amik foglalkoztatják őket, vagy éppen a legjobb haverom születésnapjára, vagy az édesanyámnak anyák napjára. És hát nagyon boldogok vagyunk, hogy Szombathelyen is ennyi érdeklődő van. A megnyitó részeként poptörténeti emlékpontot avattak az Agora aulájában. A sportház könnyű zenei múltjának minőségét fémjelzi az is, hogy itt nagy nevek adtak koncertet, emiatt érdemelte ki ezt a kitüntetést is. Nyugat-Dunántúlon itt először emlékpontot avattunk, egy poptörténeti emlékpontot, amely azért fontos az Agora, illetve a régi sportház életében, mert 1963-tól napjainkig folyamatosan a helyi és nyugat-dunántúli élet, zenei élet egyik kiemelkedő központja. Délelőttönként szervezett csoportok látogatják a hangszert a kézbe rendezvényt, délután viszont bárki kipróbálhatja akár mind a 100 hangszert vasárnapig. A Dirit című ifjúsági előadással kezdődött Szombathelyen a Színházi Nevelési Program hét. A Vörös Sándor Színháza Reményik Suli Színházzal közösen olyan darabokat állít színpadra, amelyek a kisebb-nagyobb gyerekeket foglalkoztató problémákat dolgozzák fel színházi eszközökkel. 16 év körüli fiatalok a színpadon, küzdenek a szülők és az iskola elvárásaival, rajonganak a legmodernebb elektronikus eszközökért, és időnként szeretik kiengedni a gőzt. Gyuri Katalin ifjúsági drámájában mindenki Lakos Gyuri társaságát keresi, hiszen jófej srác, cigizik, idősebbekkel bandázik, valójában azonban alig tudnak róla valamit. Elég körülményes a családi háttere, tehát így az apukája részeges, családon belül erőszakról bőven van szó, és habár nem mondja ezt ki nyíltan a barátainak, meg egy konkrétan az egész darabban, van egy rész, amikor így hosszabban tekintetünk bele ebbe a háttérbe, és így megtapasztalhatjuk azt, hogy végülis miben nevelkedik, és hogy milyen hatás befolyásolja az ő viselkedését. Hagyd béké, anyát! Ha még egyszer így jössz haza, én esküszöm, hogy neked megyek, érted? A darab az elfojtott sérelmek következményeiről és az egyéni felelősségvállalásról szól. Az van a fókuszában, hogy mennyire figyelünk oda a másikra, észrevesszük-e, hogyha valaki nagyon nagy bajban van, annak ellenére, hogy ezt nem mutatja, de valami van a háttérben, és mit tudunk tenni az ellen, hogyha látjuk, hogy valakit súlyos problémák vesznek körül. Az osztálytársak értetlenül állnak, amikor kiderül, Lakos Gyuri nem jön többet, túladagolta a kábítószert. Ezt és a hét többi előadását látva sokan magukra vagy a környezetükre ismerhetnek. A Diák Színjátszók és a Vörös Sándor Színház színészei csütörtökig még 3 darabot mutatnak be. Nagyon-nagyon jó, hogyha egy osztályközösség tudja nézni, mert hogy az ott lévő problémák akkor ugye hatványozottan jönnek elő, és ami ennek a munkának meg talán lényege, hogy legyenek visszajelzések, valamilyen szinten beleszólhassanak, kíváncsiak legyenek a véleményükre. Lesznek előadások, amelyekben a nézők is szereplőkké válhatnak, vagy befolyásolhatják a történet kimenetelét. A látottak feldolgozását a bemutatókat követő beszélgetések segítik. Népszavazási kezdeményezés, lehetőségek a holland-magyar kapcsolatok fejlesztésére, nyugdíjas program. Rövid hírekkel folytatjuk. Aláírásgyűjtésbe kezd a paksi atomerőmű beruházással kapcsolatos népszavazás kiírása érdekében az LMP. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be Németh Ákos, a párt megyei elnöke. Mint mondta, Paks 2 ügyében vissza akarják adni a választók kezébe a döntést. Ezért kezdenek országszerte aláírásgyűjtésbe. A héten Vas megyében is megkezdődik az aláírások gyűjtése, elsőként Szombathelyen és Körmenden, a jövő héten pedig Sárváron és Celdömölkön várják a népszavazás támogatóit. Második alkalommal szervezett céges társadalmi felelősségvállalás témában roadshow-t a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége. A 3 állomásos rendezvény sorozat utolsó helyszíne a Vasi megyeszékhely volt. A program célja a holland-magyar együttműködés és partnerség erősítése a vállalati, a civil és az önkormányzati szektor között. Bemutatták a jó nemzetközi gyakorlatokat, külön hangsúlyt fektetve a kapcsolatok felvételére.
Botka Lászlónak, az MSZP miniszterelnök jelöltjének idősekkel kapcsolatos programját ismertette szombathelyi sajtótájékoztatóján Nemény András, a párt országos alelnöke. Ebben kiemelt célként fogalmazódik meg az öregségi nyugdíj minimum duplájára emelése, a 100 ezer alatti nyugdíjak érdemi korrekciója, az idősek gyógyszertámogatásának növelése, valamint a 13. havi nyugdíj visszaállítása. Túra a Kendik csúcshoz, ismerkedés a hegyi csermei élővilágával, arcfestés és kézműves foglalkozás, valamint természetesen egy jó vadpörkölt. Többek között ilyen programokkal várt a tagjait az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja szombaton, a 10. alkalommal megrendezett családi napon. Ez a harang egykor az erdészek munkaidejének kezdetét és végét jelezte. Most az Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportjának idei családi napját nyitotta meg a Kőszegi hegységben a Steyer-házaknál. Az a célja ennek a programnak, hogy megmutassuk egyrészt az egyesületek munkáját, munkásságát, az éppen az évi programokat, valamint minél több tagot toborozzunk az egyesületbe, ugyanis nem csak erdészek lehetnek a tagok, hanem bárki, aki érdeklődik az erdőgazdálkodás természetvédelem iránt. A helyszín egykor a térség fontos gazdasági központja volt, hiszen az ide telepített Steyer erdészek szakértelmének köszönhetően mintaértékű erdőgazdálkodás zajlott. A Szombathelyi Erdészeti ZRT 1996-ban újította fel az épületeket, múzeumot, turistaszállót és erdei iskolát hozott létre. A családi nap résztvevői megismerhették például a fokozottan védett terület élővilágát. Itt látunk egy foltos szalamandra lárvát, tehát ugye ő egy igazi kétéltű, ami azt jelenti, hogy a kétéltűek ugye a vízben szaporodnak, tehát az vagy petét raknak a, mondjuk a békák vagy a gőték, míg a szalamandra kvázi eleven szülő. A túrázni vágyok meghódíthatták a hegység egyik legmagasabb pontját, a Kendik csúcsot, a családok végigjárhatták az öregbükk tanösvényt, a gyerekek pedig kézműveskedhettek. A 6 éves Hédi nagyszüleivel érkezett a rendezvényre. A nagypapáékkal, és szeretnék majd átfesteni, meg ilyen kézműves játékokat játszani. A nyugalmazott erdőmérnök nagypapa rendszeresen részt vesz az ország egyik legrégebbi egyesületének programjain. A Erdészeti Egyesületnek, vagy lassan már 60 éve tagja vagyok, mert 14 éves koromban még az Erdészeti Technikumban léptem be, és hát az Erdészeti Egyesület rendezvényein általában részt szoktam venni. A családi nap résztvevői megkoszorúzták a hegység élővilágát, értékeit feltáró kutatók emlékkövét. A programból természetesen nem hiányzott a Bográcsban készült vadpörkölt sem. Első nap porban, a második napon már sárban dübörögtek a futamokon a kocsik. Az eső Herzig Norbertnek jött jól, ő kimondottan kedveli a szétázott talajt. Ismét az erőtös Skoda Fabiával versenyző Herzig Norbert Bacigál Igor nyerte az Izaum Rallyt, megvédve ezzel az országos bajnoki címét is. A pénteki kvalifikáción nem szerepelt túl jól Herzig Norbert, így szombaton csak a 10. helyről tudtak indulni a Murvás terepen, eredetileg a 8.-9. helyre pályázott a páros. Ennek ellenére a legjobb időt mégiscsak ők futották a poros pályákon, a szombathelyi rallikatlanban és az Acsátszeleste távon is. Ez Herzigék erőtöse, tapasztaltan vitte a sárban a kocsit a farkas erdőben, egészen a célig tudták követni saját kidolgozott taktikájukat. Az első versenynapon volt egy nagyon pici előnyünk, ezt próbáltuk ma beosztani, de hál' Istennek meg tudtuk fejelni. Nagyon-nagyon örültünk annak, hogy jött az eső, és ilyen picit ilyen rallis nyelven szóval dágványba kellett versenyeznünk. Nekünk ez úgy érzem, hogy fekszik, jól választottunk abroncsot, jól vágtunk abroncsot, jól állítottunk autót. Hadik András hangsúlyozta, hogy Kertész Krisztiánnal az oldalán egy jó versenyt zárt, de nem elégedett az eredménnyel, mert hibázott a Ford Fiesta-jával a vasárnapi első pályán. Sajnos, így mondom, hogy sajnos másodikak lettünk, mert elég nagyot csatáztunk a Norbiékkal, de a mai első gyorsági megpecsételődött a sorsunk, mert ott hibáztam egyet, és ott elég sokkal mögé kerültünk. Úgyhogy onnantól kezdve a második hely volt a célunk, ezt megszereztük, úgyhogy alapvetően örülünk. A Vince Ferenc Bazsó Attila páros állhatott a dobogó harmadik fokára
Sára Erotos Skoda Fábiájával, erre egyébként Vince számított is, ő kimondottan a száraz pályát kedveli. Ez az autó első murvás versenyem, meg alapból sem volt sok, kettő murvás verseny indultam eddig életemben, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, karcmentesen célba értünk, ami nagyon fontos, mi is egyben vagyunk, úgyhogy igazából ettől több nem is kellhet. Egy nagyobb hibánk volt, egyszer túlcsúsztunk, egy 30 métert ott alattunk, ott jó sok időt ott is hagytunk, de igazából ez legyen a legkevesebb szerintem egy ilyen nehéz nap után. A negyedik a Ranga Péter Szőke Tamás páros lett, az ötödik pedig óriási csalódásukra a Kazár Miklós Ferenc Ramon páros. A rali dobogósainak Hende Csaba országgyűlési képviselő adta át a díjakat az Ízeum előtt. Azt kívánom minden versenyzőnek, hogy hosszú élete egészségben, erőben eltöltött sikeres pályafutása legyen a továbbiakban is olyan sikeres, mint amilyen sikeres a mostani versenynap volt. A rali megfelelt az előzetes várakozásoknak, rekordmennyiségű nézővel és átlagos mennyiségű versenybalesettel zárult a három nap. Igaz, hogy a legtöbb autó nem végzett karcmentesen, itt még a sárvédő is leszakadt, bár a fiúk mentek is tovább a szakaszon. A Szombathely Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!